Sziget sajtó bejárására tartsatok velünk ti is! Sátoroznak, ahogy látjátok a háttérben. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright, dry those eyes. We'll be back. And she said, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Ez az öt legnagyobb ország. Milyen programok lesznek idén a koncerteken? Rengeteg program van, tehát egy nap közel 100 program van, amit meg lehet nézni, mondjuk ez fizikai képtelenség. A színháztól elkezdve, a táncon, a cirkusz programokig fantasztikus felhozatal van különleges programokban, amik nem szükségszerűen részei ezen a fesztiválon. Jó, ez idén a legnagyobb költségvetésű. Mindenképpen. Nem csak a felépti díja miatt, de az a show, amit már látni lehet, az ugye holnap, azt gondolom, hogy egészen különleges, annak is nyilván komoly költségei. Milyen különleges kérések érkeztek hozzátok a szárakkal? Mindig vannak különleges kérések, amikről elég nem is beszélhetnénk, de pont Pink kapcsán volt egy olyan kérés, hogy a családjával érkezik, hogy a backstage-ben minden késen legyen érvédő, hogy egy picit ugye ne tudják megvágni magukat. Ez olyan, amivel nem nagyon találkoztunk eddig, nem egy klasszikus rockstar kérés. Mire kell a leginkább odafigyelni a Szigeten? Milyen fesztiválokat nálad? Hát a legfontosabb, hogy egy picit gondolja végig, aki érkezik, aki jön, vagy egy fesztiválra jön. Tehát a flip-flop papucs az nem mindig a legjobb viselet egy fesztivál közegben. Illetve miután ez egy óriási buli, én mindig azt szoktam javasolni, hogy hidratálni, hidratálni, hidratálni. És miért ugye ezt a maga a Szabadság szigete gondolat, meg ez az egész gondolatiság, ugye a sziget alapvető értékeiről fakad, a befogadásról szól, egymás elfogadásáról, a szabadságról. Tehát olyan értékeket képvisel a sziget, amit a látogató is folyamatosan visszaigazol
hogy egy nagyon kékés egy hét, ez nem egy klasszikus koncert környezet, ahol lökösöd és van meg bonyolult, vagy bármi ilyesmi, hanem tényleg ez egy boldog felnőtlen egy hét. Ez a szabadság szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. I just wanna be part of your